Igen, Gyula. Még egy picit föl. Még egy picit. Ne sokat. Gyakorlatilag a szellem világ. De már túl orrába vagyunk, sokba kerül ez. Az angyali szint, ahol gyakorlatilag érzelemmentes világot tudnak élni. Mert nem is tudnak, hanem azt is éli. Na most a fizikai világ az egy teljesen más terület, tehát nem az övé. Most a kettő összekapcsolása az, amikor a fizikai testet gyakorlatilag szellemi szinten akarom vezérelni, de közvetlen kapcsolatom nincsen, és ez a lélek az, amelyik mind a kettővel kapcsolatot bír. És a szellem gyakorlatilag nem a testet fogja irányítani, tehát nem az agytekervényeket fogja vezérelni, hanem a lelket, amelyik tudja vezérelni az anyagi testet. És ezáltal az érzelmek kinyilvánítása révén a testet tudja működtetni. Kérdés? Inkább nem.